se autóban szín ezüst, erdők során repülünk a szívünk tavaszán. Arany országú csillogó gyémán korán repülünk a mesék kocsiján. Fönn az égben az angyalok vigyáznak rá, és a sors fogja tán a volán. Csupa boldogság vár ezután rád és rám, a mesék mese szép kocsiján. Csak álom ez csupán, s a boldogság után már holnap mostohán mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm, ó nagy ég, hadd álmodjam tovább ezt a szép nagy csodát. Mese autóban színezüst erdők során repül a szívünk tavaszán. Arany országú csillogó gyémán korán repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak rá, és a sors fogja tán a volán. Csupa vár ezután rád is rám, a mesék meseszék kocsiján. Zimány Linda és Olá Gergő. Hát ez nagyon szép volt. Én nem tudom, annyira imádom ezt a dalt, de hogy tőletek is imádtam, nagyon jó volt. És összehoztuk Jávor Pált, Marilyn Monroe-val, teljesen nagyon jó volt, szépek voltatok, legalábbis szerintem. Hát, zsűri. Hát imádni való, hát kész, hát ilyet. Rendesen az Andival megkérdeztük egymást, hogy már vége. Már vége? Annyira gyorsan jó érzés azt, volt. Annyira jó volt benne lenni egyébként. Most derül, hogy a mai zene milyen szar. De, ez mennyire jó volt. Figyelj, ez nagyon-nagyon, hát eleve most Gergőt nem is akarom már nagyon fényezni, mert már nem lehet. A világon a legklasszabb Pali vagy, én imádom, ahogy te énekelsz, ahogy te vagy, ahogy kinézel. Öcsém, láttad magad tükörbe? Hát ez nagyon. Ő klasszikus férfi ideális, gyönyörű, nem? Tehát gyönyörű. Kicsit olyan az arra, hogy el tudnánk képzelni egy régi filmben. És volt bátorságod azokat a kis virgákat belerakni, és ízléssel, finoman, dögösen, nagyon-nagyon tetszett. És a Linda gyönyörű, hát ezt tudjuk, hiszen ő a Linda. És egy picit sem éreztem azt, hogy megszeppennél, vagy szoronganál, hogy ez egy nagy feladat. Jó volt, könnyed volt, szépen énekeltél, finoman, csoda jó volt, gyerekek. Hát hova keveredtem? Elvarázsáltátok a zsűri. Magic. Na, Tibi? Egy icipicit ünneprontó leszek, de jó. Mert... Már vártuk. Nem, az a baj, muszáj elmondani. Persze. Tibinek eszébe jutott, hogy ő is a mai korban nem. Zenét tudott. Nem, hanem az, hogy azért ez a műsor, mindig elmondom, hogy azért nagy felelősség nyilván egy ilyen nézettségű tévéműsorban énekelni egy ilyen dalt, és el kell, hogy mondjam azt is, hogy nagyon fontos, és igenis ezt szóvá kell, hogy tegyem, hogy nem voltatok bekötve, amikor megjöttek az elején. És nem égtek az irányjelzők, illetve a fényszóró, ez egy probléma nekem. A másik, amit még felírtam magamnak, hogy amikor a kocsit elnéztem, ezért fontos a házassági szerződés. Mert képzeld el, hogy mondjuk a válásnál valaki a kocsi hátulját kapta, érted? És ez meg legalább azért meg lehet jelenni. Ezzel meg lehet jelenni. De jó, hát hogyha már kellemetlenkedik el, akkor én is mondok egyet. Na. Szóval amikor a Gergő lejött a lépcsőn, akkor azért lesegíthetted volna a Lindát, mert például. Mi van akkor, hogyha mondjuk a platformcipőben egy kicsit Mondok mást, hogyha piros kabriód van testvér, akkor nyugodtan oda parkolhatsz a pad mellé, akkor nem kell gyalogolni. Parkolj oda a padhoz, öcsém. Köszönjük szépen Kassa Tibi szakmai elemzését. Oké. De tudjátok, mi az ott, hogy igazán ez a történet? Csók? Csók, ez az! Ezt akartam volna mondani. Jó, de nem. Nem. Annyira jó voltatok, hogy... Na ebből gyere ki! Annyira jó voltatok, hogy... Hát én megmentem.
Nem, de... Olyan filmesen. Nem, de ezt akartam mondani, annyira jók voltatok ketten, hogy én elhittem, hogy ti együtt vagytok, értitek? Ez nagyon fontos, mikor mi itt ülünk, és én elhittem, hogy ti együtt vagytok, egy gyönyörű páros vagytok. Hadd segítsek, Kuki, nincsenek együtt, jó? Miért nagyon beleéred magadat? Jó, de erre jöttem. Arról beszél, hogy ez az illúziókeltés magas iskolája. Ezért kell nagyon megdicsérni őket. Ha már az illúziónál tartunk, hogyha a karodon az Franco gyémánt, én a karod együtt levágom. Nem, sajnos. De hát kell mondjam, hogy az illúzió gyönyörű volt, gratulálok nektek. Köszönjük szépen, köszönjük. Nagyon nagy volt a harmónia köztetek, megint a múlt héten. Nagyon kedvelik. Milyen sofőr vagy, Linda? Te is egy ilyen száguldozós lány vagy? Hát állítólag elég hevesen vezetek. Hogy? Ezt kik a rendőrök mondták? Vagy mi? Nem, mit nevezünk állítólagra? Nem, akiket összetört, tudod. Nem, autót még nem törtem, hálének. Le is kopogom gyorsan. Na nézzük meg a pontokat. Kuki. Kivitetlek. Nem, de tényleg gyönyörűk voltatok, szépen voltatok, jó volt a zene, jó volt minden, nem lehet mondani, vagy annyi kevesen, mint 10 pont, tényleg 10 pont. Köszönjük szépen. Oda jól indul. Andi? Én nagyon szeretem a varázslatot, nekem kell, nekem hiányzik, nekem fontos. Most egy picit úgy megkaptam, 10 pont, köszönöm. Tibi olyan sokat beszélt, hogy ilyenkor mindig jó pontot szokott adni. Igen, Tibi? Ne pontos helyettem, jó öcsém? Maradjál már! Na, azt akartam mondani, hogy az, amikor mi majd azt a Lindával, meg Claudia, meg... Béla, egyszerre szólunk Bélának. Amikor azért mi az Andival összenézünk, és azt mondjuk egymásnak, hogy már vége van, az azt hiszem jó jel egy filmnél, és hogyha elrepül, az egy jó jel. Tényleg varázslat volt, 10 pont. Hoppá, 30